Szindra 8 éves, ő a főszereplő az egész estének. Tudják nyilván milyen betegségben szenved, Debik szindrómában. Annyit kell róla tudni a betegségről magára, hogy hirtelen betegség, és állítólag bárkivel előfordulhat ez az legszörnyűbb. A betegség az úgy alakult ki a kislány, vagy úgy jött, hogy játszott a barátaival, hirtelen összeesett, elvesztette a látását, nem tudott mozogni, és igazából Németországban tudták ezt diagnosztizálni, hogy ez egy Delic szindróma, ami konyha nyelven tudom elmondani, agyideg, gerinc, illetve különböző mozgásszervi, szemideg, illetve különböző mozgásszervi szerveknek a bénulásával jár. Ezt Németországban tudták egyébként nagyon-nagyon hatékonyan kezelni, Magyarországon nem. A kislány egyébként nagyon nagy kitartással, és ha lehet ilyet mondani, felnőtteket meghazudtoló módon viseli ezt a betegséget. Ugye a szülők nem a BKV-nál dolgoznak, ezért nincsen sok pénzük, ezért fordultak ugye a nyilvánossághoz, hogy az anyagi javakat előteremtsék. Hogy Bokányi Zsolt is mondta, beszélgettünk ugye a Fehérvár Rádióban a reggeli műsorban nem olyan régen, hogy azért nem kell búcslakodnunk, mert ez a betegség gyógyítható. Ugye számos olyan betegség van, hogyha lehozzuk a csillagos eget is, akkor sem tudjuk sajnos meggyógyítani, ez gyógyítható. Itt csak a pénz áll a gyógyulásnak az útjába. Nem tudom, tudtok-e tudnak-e adatokat a szoba bicikli, amivel nevezzük annak, ugye a gyógykerékpár 700 ezer forintba kerül. Hogy mi kerül annyiba rajta, lehetne vitatkozni, ennyire adják. Az a lényeg, gyógytornász havonta majdnem egy 100-as, táplálékkiegészítők szintén egy 100-as majdnem havonta. Ugye ezt egy becsületes embernek, aki mondom nem politikus és humánpolitikai igazgató, nehéz előteremteni természetesen, így a szülők ezt nem tudják. Ugye ennek kezdeményezés mellé állt a Szapa-Fehérvár AV 19 jégkorong csapata is, aki Kógerlani mezét ugye ajánlották fel. Csapat aláírta és nálunk a Fehérvár Rádióban ezt elárvereztük. Elég szép összegért, amit utoljára tudok, a 100 ezer forint volt, de ez délelőtt jött a licit, nyilván ez változott, és rengeteg magánszemély is ajánlott fel. Egyébként a legszörnyűbb az egészben, mint mondta nekem a család, hogy hipermarketek ajánlottak különböző juttatásokat, hogy két havonta 100 ezer forintért be lehet vásárolni, és akkor mentek volna, mondták, hogy mégse. Ugye ez képest viszont idős nénikék, nyugdíjasok telefonáltak nekünk, 42 ezer forint nyugdíjból 1000 forintot felajánlottak, ami nagyobb teljesítmény abból a havi, vagy naponta 50 milliós forgalomból két havonta 100 ezer, tehát azért szégyeljük magukat. Ugye a család nagyon-nagyon küzdködik, és ezért nagyon-nagyon sokan mögé álltak. Ugye a Sárga Taxi zenekar is önként dalolva, ugye mindjárt fogják biztosítani, illetve mondani és énekelni mögé álltak, illetve Marosán Anita, aki egy fehérvári küzdő sportokat művelő hölgy, 16 éves és már feketőves két danos egyébként, és Európa bajnoki címmel is rendelkezik. Ő egyébként felajánlotta az ők is Európa világbajnoki kupáját szintén az árverés kapcsán. És természetesen nektek, önöknek is köszönjük, hogy eljöttetek, a belépőt befizettétek, mert egyébként Fédernak a gyógyulására fog természetesen eljutni, és a zenekar is a tiszteletdíjat természetesen Fédra javára ajánlotta fel. És nem akarok sokat beszélni, szeretek, de nem akarom senkinek az idejét rabolni, meg ott a söröm, tehát nyomosokaim vannak, úgyhogy már is szólítanám a zenekart, aki dobálni fogja Csorba Péter egyébként a doboknál. Basszus gitár is kell egy zenekarba, Kerékgyártó Zoltán. Egyébként Hajas Lacinak köszönjük a frizurát. Birkus Márk a zongoránál, nem ér, akkor Varnus Szabér Fussanvállal. Gyula, aki a Függőujjak magazin előfizetője, gitározik. Ennek a Gunyos Pityu nem ért rá, azért Bokányi Zsolti fog a mai estét énekelni. Naptársak Séda Zoltán. Ígértem neki egy osztás, ezt csak azért mondja egészként. Végén megkapja Zsolti mindenképpen. Én kívánok mindenkinek tényleg nagyon-nagyon jó szórakozást. Remélem, hogy leszünk annyi, mint 26-oson délben, úgyhogy várjuk még a vendégeket természetesen, úgyhogy szépen. Szabad a tánc! Shake on, baby, oh, 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 shake on
Nagy tapsot a táncosoknak, az első három táncos párosnak. Hát nagyon-nagyon szeretném én is megköszönni azoknak, akik eljöttek, régi jó barátoknak, esetleg olyanoknak, akik még soha nem voltak itt, de az ügy érdekében itt vannak most velük. Nagyon szépen köszönöm a Petőfi mozinak, hogy fölvállalt ezt a igen nemes, és hát szerintem remélem eredményes rendezvényt. Köszönjük a Fehérvár Rádiónak, a Super Infónak, és hát természetesen mindenkinek, aki mellé állt ennek az ügynek. Sárga Taxi zenekar és a közönség. Ezt a kettőt össze kéne hozni, és valami nagyon jó bulit kéne csinálni ma. Én bízom benne, hogy sikerül. Kiváló vokalistáinkkal. A köszönjük!